szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Total War Battles Kingdom. Azért jelentkezem igazából egy ilyen videóval, ugye ez egy hírharang, minden igazából csatornával kapcsolatos hírt azt ilyen hírharangba szoktam benyomni. Lehet, hogy kevesebben nézik meg, de igazából kutyát nem érdekli. Nem biztos, hogy a kamerába fogok nézni, csak nagyjából elmondom, hogy mi a tényállás itt tavasszal, mielőtt az igazi nap, tehát a tavasz beköszönt, hogy milyen fejlemények történtek. Egy kicsit a játékról annyit tudok mondani, hogy 1.0-as beta verziót kapott a játék. Ez annyit jelent igazából, hogy hú, de rossz helyre raktam a webkamera képet, pont nem látom a lényeget ott fönn. Elvileg rá tudok kattintani, de nagyjából elmondom, hogy mik történtek. Ami a lényeg, az 1.0 ez igazából ilyen skin frissítés, játék optimalizáció, akkor nagyjából ilyen bugfixnek tekintem ezt az 1.0-át, mert amúgy a játék elég stabilan működött a 0.4 alatt is. Én azt vettem észre. Elég érdekes dolgok kerültek be, amit én várok, az sajnos még mindig nem jött be. Ez ugye, ez többek között a kampány nevezetű opció, ezt majd mindjárt fogom mutatni. Elértem arra a szintre, hogy ugye kimaxoltam a Battle Questet, tehát ezeket a csata questeket. Missziókat kéne csinálnom, mert a Piktek van egy olyan ilyen mester, ez a, mi ez? Pikt Warchief. Hát ugye őt be lehet vonni még a tanácsadóim közé, vagy hát ilyen mesterek közé, ki lehet adni épületekre, ugye ahol a sárga zászlókat láttok, azt jelenti, hogy ott ki van adva ez a mester státusz. Itt láthatjátok, hogy igazából majdnem minden mesterre rendelkezem, 3 nincs meg. Ezt a felhiment, ezt nagyon elrontottam, ezt nem is tudom majd megcsinálni. A bishopot meg fogom tudni, meg ezt a pikt törzsfőt is meg fogom tudni oldani, de más nem igazán tudok majd szerintem kihozni. Nem bővültek, tehát nem bővült a játék igazából semmivel, ugyanazokat az alap dolgokat kapjuk. Napi szinten jó, hogyha az ember bejelentkezik, klasszikus ilyen megoldás ez, úgymond az ilyen játékokban. Ugye a Shogun, ennek a játéknak az elődje, a Battles Shogun, az ugye nem rendelkezett azért ilyesmi opcióval, hogy be kellett jelentkezni, az egy scroll játék volt igazából. Ugye ott egész más volt a mechanika, meg minden. Ez nagyon tetszik nekem igazából ez a koncepció, csak nem olyan ütemben bővül, mint ahogy el lehet érni bizonyos szinteket. Én elvittem, ha jól emlékszem, 10-es párbaj szintig ezt a karakteremet. Van még egy királyság, amit viszek, az mondjuk nem az enyém, de nagyjából én irányítom azt is, csak ugye nem az én akkontom. És abban is látom, hogy igazából maga a játék élmény az 1.0-val sem változott olyan drasztikus mértékben. Hú, ezek a birkák de messze vannak. Azok már nem is jönnek ide vissza. Lehet, ide lerakok még egy ilyen tenyésztelepet. Szóval maga a játékélmény az maradt. Szerintem a 3.0-át, amikor felfrissítették 4.0-ra, akkor történt az egy jobb játékélményre való váltás. De onnantól kezdve igazából szerintem nem történt semmi. Visszatérve az előző gondolatra, tehát bevittem a 10. szint alá a párbaj értékemet. Jelenleg nem párbajozom. Egyrészt időhiány miatt, ezt majd ki fogok térni, hogy miért van ez az időhiány. Szóval ugye van még ez a pledge dolog, ugye itt lehet
bizonyos javakért ugye 1%-kal, tehát 5000 minden nyersanyagból, meg pénzből, és azért akkor 1%-kal gyorsabban töltődnek újra ezek a csatatéri bónusz skillek, úgymond. Nincsen várfal. De van. Úgyhogy ezt is abba hagytam, elég valami 20 pledge-ig mentem el, de hát láttam, vannak olyanok, akik ilyen 100 pledge-eket adnak, ugye itt lehet látni. 88 pledge, tehát elképesztő játékosok vannak, és vannak ilyen harmadik szintűek. Az a baj ezzel, hogy annyi időm azért nincsen játszani, hogy minden nap többször belépjek. Mondjuk lenne, csak ugye itt jön be a képbe az, hogy ugye most jelenleg elértem azt a fokozatot, hogy nagyon ráállok most a honlapnak a funkcióinak a tesztelésére, és valószínűleg eljutunk odáig ebben a hónapban, hogy nyilvánosságra kerül a honlapunknak a beta, hát beta, alfa verziója, reményeink szerint, és akkor el lehet kezdeni majd ötletelni, lesz róla videó. Videó akkor lesz, amikor beérkezik az új mikrofonom, mert jelenleg sajnos amit eddig használtam, egy ilyen, hát ilyen elég amatőr szintű mikrofon, az egy helyre rakástól, vagy helyre rakástól úgymond a forrasztás megpattant, és nem bajlottam vele szétszedni, szétszedtem a cégnél, meg is tudtam volna csináltatni, tehát meg tudtam volna forrasztani, de úgy gondoltam, hogy egy ilyen minőségű mikrofonnal én tovább nem bajlódok, úgyhogy megrendeltem egy új mikrofont, ami hétfőn vagy kedden fog beérkezni, szóval addig ez a webkamerás dolog fog élni. Nem hiszem, hogy fogok ezzel a hangminőséggel gameplay videót felvenni, úgyhogy azért csinálom ezt, hogy itt közben még játszok ezzel a napi szintű bejelentkezős játékkal, addig gyorsan elmondom, hogy állunk. Nem állunk rosszul, tehát most lesz 4 napom tisztán szabadon, amikor igazából megkezdem a már ugye a bejelentkező hírt, meg ilyesmiket megírtam, meg egy ilyen kis blogbejegyzést, és nem tudom, hogy mivel kezdjem, hogy mivel szeretnétek először találkozni az oldalon, mert ugye gondoltam arra, hogy visszafelé fogok menni, tehát mondjuk az a baj, hogyha visszafelé akarnék menni, akkor az Attilával kéne kezdenem, amivel eddig csak 3 frakcióba játszottam. Igaz, hogy rendelkezem az Attila összes DLC-vel, mert ugye fanatikus Total War gyűjtő vagyok, és mindent megveszek. Akkor is, hogyha esetleg nem tetszik az adott Total War epizód. Úgyhogy, ja igen, még annyi majd, hogy ki fogok térni a gépfejlesztésemre is előbb-utóbb. Na, szóval, ami a lényeg, itt majd a webkamerás képen a hátteret ne nézzétek, mert nem volt türelmem összepakolni. Itt van a szárogató, minden most nézem. Az a lényeg, hogy nagyon jól beleástam magam, szóval vettem egy új gépházat, végre nincsen problémám a vinyókkal, meg hogy hogyan hűtöm, meg hogyan nem, ugye 3 vinyó. Jövő hónapban, most beérkezik még a mikrofon, jövő hónapban beérkezik a hangkártya. Ha minden jól megy, akkor nyáron beérkezik egy SSD vinyó, és akkor át fogok költözni arra a nagy SSD-re. Hát remélem, hogy lesz olyan SSD nagyobb méretű, amit meg tudok majd venni azért baráti áron, mert én ilyen 200 gigás SSD-vel nem kívánok hosszabb távra tervezni, és valószínűleg így nagyobb kategóriába fogok beleválasztani, csak ugye mellette még lesznek egyéb kiadásaim. Szóval a hangminőség az fog javulni, azt mindenképp megígérem. Aztán, ugye most ezek a hardware tervek hála Isten olyanok, hogy nem olyanok, mint pár évvel ezelőtt, hogy elterveztem aztán rá 1-2 évre, hanem belátható határidőre sikerül belőnöm ezeket, és meg is tudom valósítani jelenlegi körülményeim között, úgyhogy ez így nagyon-nagyon
örvendetes még számomra is. Úgyhogy év végére teljes vascserét tervezek, ami azt jelenti, hogy új VGA, új proci, új alaplap, és akkor elérem azt a Kingdom Come Deliverance-hez hajazó gépigényt, ami majd kelleni fog. Meg ugye jönnek még itt azért elég kemény játékok. A jelenlegi gépemet, hogyha valaki kíváncsi rá, ugye a YouTube csatornámon, ott a közleményeknél, a csatorna a leírásban azért benne van a három fő része. Nem rossz ez a gép igazából, de Kingdom Come Deliverance-et futtattam legutóbb, és azt kellett látnom, hogy az optimalizálatlansága ellenére is kevés lesz a vas hozzá, hogyha egyszer kijön. Mert ugye szeretném úgy futtatni majd, amikor lesznek már hozzá komolyabb, vagy, tehát komolyabb, ugye modok még az elején nem hiszem, hogy lesznek, de tehát megjelenik nyár végén, reményeim szerint, és szeretném úgy futtatni majd a Kingdom Come-ot, hogy azért very high-on, szóval nem médiumon, mint ahogy most tudom futtatni, és jelenleg a játékot azért nem is mutatom be, mert olyan szinten optimalizálatlan, mert tudom, ez egy nagyon erősen beta játék, hiába jött ki a patch hozzá. Nagyon későn töltődnek be a textúrák, ami nekem a halálom. Én a Mutant Blade-be is azt utáltam, hogy akármennyire alacsony volt a gépigénye, a textúrákat olyan kinkeservesen húzta be néha a Warband, hogy sokszor elment a kedvem az egésztől. Pedig én nem szeretek a látványra menni, de türelmetlen vagyok. Szóval ezért mindenképp a vas fejlesztés az kinéz. Hát mindenképp először végé a cserét tervezek, egy 980 GTX-et tervezek venni, ha csak nem lesz valami jobb opció, hogyha az megvan, akkor először egy alaplapot veszek, egy új, teljesen új generációs Intelhez való alaplapot, és amikor az is megvan, akkor tervezek egy i7-es procit venni. Nagyon ki vagyok békülve ezzel a szerver... De viszket az orrom. Ki vagyok békülve ezzel a szerver procival, hihetetlenül stabilan, megbízhatóan működik. Soha nem áll le, mindent bír, szóval ez a Xeon széria, ez valami elképesztően brutális, erős egy cucc. Ez az i5-öket, ez az i5 és az i7 között van igazából, és olyan szinten tartja az árát, hát nem hiába szerver processzor. Ugye kelleni fog valószínűleg, majd amikor a honlap már kicsit komolyabb státuszba kerül. Ami igazából ez az év, ez arra lesz, hogy ugye felmérjük azt, hogy hogyan működik majd az oldal, hogyan tudjuk megoldani esetleg a felmerülő segítségnyújtási kérelmeknek a rendezését, meg ilyesmi, és akkor utána meg ugye átrakom egy olyan verzióba majd az egészet, hogy igazából akkor lesz kész. Szóval ez az év, ez rá fog menni arra, hogy a honlap dolgai legyenek tisztába rakva. Reményem szerint ez meg is fog valósulni. Nagyjából leteszteljük, hogy mire van igény, felmérjük, hogy mire van igény, leteszteljük a funkciókat, a leveles láda, az ilyen hírlevél dolog esetleg, hogyha igény van rá. Aztán, hát többen mondták már, hogy Facebook csoportot, van igazából már egy Facebook csoport, de azt megtartom titkosnak, mert az igazából egy ilyen elég szűk baráti közösség. Hiába van hozzáadva olyan ember is, akit igazából személyesen még nem láttam, nem ismerem, de mindenképp tehát kötődik valamilyen szinten, vagy totálon online-ról, még az annó régi időkből, ugye több ilyen ember van, hát maga a honlapunk készítője is ilyen úri ember, úgyhogy elég sokakat sikerült úgymond elcsábítanom a régi oldalról, ahol tevékenykedtem, és ugye nem, majd hogyha megjelenik a honlap, akkor látni fogjátok, hogy igazából mi is a célunk a mi honlapunkkal.
Hát nyílt háborút azért nem hirdetünk, de mivel szeretjük a dezinformálást és a rekvirálásokat, meg hát a nagy hadi dolgokat, ezért valószínűleg, hogy azért egy ilyen virtuális háborút azért mindenképpen meg fogok hirdetni, mint konkurencia a korábbi oldalam ellen, mert nem szeretném, hogyha a magyarországi totálvad közösségek arra szintre, vagy közösség olyan szintre jusson, ami felé a régió, ez a úgymond egyetlen magyar totálvad oldal halad. Ez meg leginkább a vezetőjének megköszönheti az oldal, hogy ide jutott. Nem így kéne ezt csinálni, mindenféle rábeszélés vagy tanács ellenére is folytatja azt az utat, ami szerintem nem igazán javallott, de hát ezt ő tudja. Igazából amikor én kiléptem onnan, nem egy megkeresést kaptam, hogy mikor lesz az új oldal, mikor hamar, gyorsan, és igazából elég hamar meg is lettek azok az emberek, akikkel majd el fogjuk ezt indítani. Ugye Devon cimborámat nem kell bemutatni, hogy ott volt a TV-on is, de eléggé keveset szerepelt, de azért jó kis cikkeket fog majd írni, csak hát lusta, mint a dög, de majd erről teszünk. Aztán ugye a TV-ról egy korábbi nagyon kedves barátom, egy szerkesztőtársam, illetve moderátortársam is csatlakozik majd a csoporthoz, ő most egy elég komoly vállalkozásba kezdett, amit nem szeretnék nagyon. Ugye most nem szeretném az ő idejét rabolni, meg ugye a családja, elég nagy családja van, úgyhogy ő majd amennyit bele tud tenni, ilyen admin szinten esetleg azt nagyon szívesen elfogadom, azt a kis heti egy óra munkát esetleg, de azt majd az még kialakul. Az oldal készítője is a TVO-ról vándorolt át hozzám. Elég sokan egyébként jelezték akkoriban, amikor lejöttem. Elég durván durva dolgokat csináltam én ott, de hát ez mind tudatos volt igazából. Én sokan azt hiszik, hogy én amiket írtam, azokat olyan totál részegen írtam, hogy nem tudtam, hol vagyok. Hát ez egy hatalmas dez igazából, mert majd Devon cimborám talán bekommenteli alá, hogy én hogyan nyomom ezeket. Ő tudja, ő már tapasztalta egy párszor, hogy tudom oltani a népet elég rendesen, józanul is. És igazából én már akkoriban nem is nagyon tevékenykedtem, úgymond kórhelyként, mint ahogy mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt. De hát, hogyha valaki erre ráfogja azt, hogy persze tudom, hogy milyen szinten reagáltam le dolgokat a TV-on, az egy dolog, de a hozzáállás, meg az, hogy én miképpen tekintettem a TV-os munkásságomra, az szerintem akik kicsit közelebbről megismertek az évek során, azok pontosan tudják, hogy azért ott tudom, hogy igazság nincsen, de ott azért bőven úgymond nekem volt igazam, és a mai napig is tartom magam ehhez, hogy az az oldal, ez, amit ott műveltek, főleg az adminok részéről, a moderátorok inkább ne beszéljünk, mert ha megnézitek az oldalt, láthatjátok azt, hogy igazából 5-6 ember, abból 3 moderátor, meg 1 adminnak a posztjai jönnek folyamatosan, akik igazából egyetlen egy olyan embert tudok mondani jelenleg azon az oldalon, akire érdemes figyelni. Az OMC-ket nem számolom bele, az OMC-k világát letisztáztuk. Hatalmas tisztelet az OMC-seknek, tényleg az összes moderátornak, a koordinátoroknak, a játékosoknak. Igaz, hogy olyanok is vannak benne, akik miatt az oldal oda jutott, ahol most tart. Sajnos még mindig ott vannak bizonyos olyan személyek, nem is egy, hanem több, akiknek nem szabadna ott lenni, de még mindig ott vannak. És nagyon lehúzzák az oldalnak a minőségét a hozzászólásaikkal. Szóval egyetlen egy ember tudok kiemelni jelenleg a Total Online csapatából,
akinek a munkáját tényleg tisztelettel figyelem most már elég sok, vagy elég hosszú ideje, ugye a Pretoriánus egy új szerkesztő. Igaz, hogy elég erősen érezhető rajta ez a megint az oldal vezetésének a nyomása lefelé. Nincsen írói szabadsága, minden cikke sajnos ugyanarra a kaptafára van felépítve. Most ne haragudj, hogy ezt mondom, ha nézed véletlenül. Tényleg az, hogy kicsit próbálj meg a saját álláspontodat képviselni. Ne érezzem, hogy az adminok mondják meg neked, hogy hogyan kell egy cikket megírni a főlapra, meg hogyan kell... Jól tudom, most olyan szint... Na szóval, hogy miért mondtam el ezt újra megint? Az én oldalam nem ilyen lesz. Nem lesz fórum. Három részből fog állni az oldal. Amint megjön a mikrofonom és normális hangminőségben tudok rögzíteni, akkor el fogom magyarázni, meg valahogy meg fogom tudni oldani azt, hogy az egér kurzor látszódjon ezen a rohadt képernyőn, mert jelenleg úgy tudom, hogy nem látszik. Amint eljutok odáig, hogy az asztalt is stabilan tudom venni, hát lehet, hogy az Actionnel vagy egy elég durva supportot kell kérnem majd, vagy egy másik felvevő programmal fogok majd próbálkozni, esetleg hardveresen fogom rögzíteni a dolgokat. Még ezt nem tudom, ez még mind kialakulóban van. Szóval, nem ilyen lesz az oldalunk, hanem három fő része lesz. Lesz az úgymond tudástár. Ez lesz a legfontosabb, ez fogja tartalmazni a játékoknak, meg a módjaiknak a leírását egy adatbázis szerűen, de szépen, vázlatosan elrendezve, megoldva, képekkel, megtámogatva, linkekkel, megtámogatva, igazából mindennel, ahogy régebben felépítettem az ilyen leírásaimat, nagyjából úgy fogom ezt is megcsinálni. Úgyhogy erre lehet számítani. Ez lesz az úgymond blog tudástár része, innen lehet majd elérni azokat a mod leírásokat, linkeket, letöltő linkeket, mindenféle dolgokat, amik kelleni fognak a megfelelő játékélmény eléréséhez az adott játékban. Lesz maga a videó rész, itt ugye értelemszerűen a saját videóim fognak kikerülni, és valószínűleg az oldalon is lehet majd véleményezni ezeket a videókat, meg elérni onnan őket esetleg. Aztán a hírek rész az gondolom adott, ilyen gyors, aktuális dolgokról, gyors, mit tudom én, ilyen pár mondatos hírek, amikkel el lehet majd tájékozódni éppen, hogy milyen megjelenések, hogy milyen történések zajlanak a úgymond a háborús játékok világában. Aztán mi van még, ami úgy fontosnak tartok? Hát igen, lesz ott egy leveles láda, ez is folyamatban van a kigondolása, hogy miképpen fog ez működni. Mert tényleg még tesztelés alatt van. Bocsánat, közben elég erősen rákoncentráltam arra, hogy mit csinálnak itt ezek a lovagok. Ez a Kingdoms játék egyébként eléggé, hát innovatívnak nem nevezném, de azért adjanak. Ez a része, ez annyira nem tetszik, a királyság építős része az elfér. Az jó. Ez a része sem lenne rossz, csak ugye ez a tényleg a klasszikus kőpapírolló elv, és igazából minek mondják ezt? Közben eléggé berekedtem. Ez a point and click rendszer, szóval minél gyorsabban tudják kattintgatni ide-oda. Van ennek egy neve, most nem ugrik be, ugye, amikor event click. Amikor, hát igazából nem ugrik fel, hogy mit kell nyomnod, de nagyon gyorsan kell nyomkodni. Meg ugye azért nem mindegy, hogy hogy válogatod össze a sereget, ki ellen mész. Ezért jók a random, ugye párbajok, tehát, mint mondtam, én már nem nagyon párbajozok.
Itt megkaptam a láncinget a Battle Quest miatt, és a missziókat csinálgatom igazából. Hát ha megnézitek a seregemet, szinte minden egységem ki van maxolva, ez a kettő nem, akiket utoljára képeztem ki, ők nincsenek kimaxolva. Egyébként nem kéne így egyenként begyűjtenem a búzát, mert ugye föl lehet szedni így, hogy az épületre folyamatosan kattintasz, akkor, meg kattintok, akkor felszedi az összeset az adott hatósugárban. Na, csak úgy megszoktam, hogy szeretek kattintgatni. Szóval, az oldalra visszatérve, mik lesznek? Hát, szóval lesz ez a három, ez a, ja meg maga a kezdő oldal, ott minden látható, lesz egy oldalsáv, ott nyomon követhető lesz minden, hogy mi történt az adott időszakban, és ugye lesz maga a három altéma, szóval kezdő oldal, hírek, videók, tudástár. És akkor ezt próbáljuk majd egy idő után bővíteni, meg a leveles láda, ugye ahova majd csinálunk egy, tényleg egy saját e-mailt, ami már ugye már megvan az e-mail fiók, csak nincs elnevezve, meg úgymond aktiválva. És akkor oda várunk majd mindenféle segítségkérő leveleket, véleményeket. Valószínűleg a videókra be fogunk vezetni egy limitált komment lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy alapból szűrni fogunk minden trágár kifejezést, minden olyasmit, ami igazából nem illik bele szerintem a hétköznapi ilyen dolgokba. Nem kívánunk off-topikokkal, vagy nem is az, hogy off-topikokkal, nem lesz topik. Szóval nem kívánunk off-dolgokkal foglalkozni. Egy adott videó alá, ha nem az adott videó témájába érkező komment érkezik, egyből törlésre fog kerülni, és az automata lesz. Szóval hát megpróbáljuk automatizálni, nem fog sikerülni. Ahhoz túlságosan ez egy összetett dolog, de nem lesz olyan. Tehát én azt sem szeretem, ha YouTube videóim alá kommentelnek be olyat, ami nem oda való. Szóval lehet, hogy YouTube videóknál így ott maradnak, mert nem törlöm, de itt az oldalon nem lesz. Itt mindig csak az adott videó témájában érkező kommenteket fogom engedélyezni és engedélyeztetni. Szóval nem lesz ilyen, hogy mit tudom én, felmegy egy Csogón 2 videó, aztán valaki odaír egy Med 2, hogy lehet moddolni a Med 2 lépéstávot. Szóval az vagy eleve át fogom helyezni, de mivel nem lesz hova áthelyezni, mert minden, nem biztos, hogy a videóim kategorizálva lesznek, bár lehetne egy videótárat is létre fogunk hozni, ahova, de viszont ennek meg azért nincs értelme, mert eleve lesz egy YouTube gomb, ahol a lejátszási listáim lesznek elérhetők. Tehát eleve, hogyha átmész a YouTube csatornámra, vagy átmennek a YouTube csatornámra, ott lejátszási listában nekem minden kategorizálva van. Szóval eleve itt még elég sok minden így kidolgozásra szorul. Csak hogy lássátok, hogy az ötletelés, meg halljátok, hogy az ötletelés megy. Lehet, hogy egy sört innom kellett volna, csak mostanában nem nagyon iszom. Talán havonta egy sört. Úgyhogy nagyjából ennyi. Látjátok, hogy a Kingdomsban is azért terraformálás az ezerrel ment. Nem jól használtam ki a térképet, mielőtt valami profi Kingdomsos majd jön, és jól lehúrok, hogy micsoda a hely kihasználása ez. Hát igen, tudom, hogy itt is szabadon álló területek. Igazából a tengertől minden területet, amit lehetett, visszavettem, csak rosszul. Úgyhogy, ja, lesz itt még majd. Nagyon várom egyébként ezt a kampány részt, sajnos nem elérhető. Jelenleg mást meg én nem nagyon űzök ebben a játékban. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna a hírharang, remélem, hogy elég sok mindenről beszéltem, meg így látjátok, hogy meg halljátok, hogy mi a helyzet jelenleg. Tehát fejlődés az van, ha még nem is látható számotokra, meg tudom, hogy kevés a videó, ugye eleve játékra időm annyi most nincs, de amint lezárulnak körülöttem, most már tényleg ezek az ilyen olyan dolgok, amikre sok időt kell fordítani, akkor valószínűleg egyébként, hogy lesz heti rendszeresség beállítva. Ezt mindenképpen azért akarom, hogy ne legyetek videó nélkül mondjuk 2 hét. Szóval mindenképpen az lesz, hogy lehet, hogy lesz egy 2 szabadnapom, akkor felveszek 4 videót, és azt
kétszer-két hétbe feltöltöm, remélem érthető így. Szóval mindenképp akarok egy rendszert, hogy legyen mondjuk szerdán meg szombaton videó, és akkor nincs az, hogy tudom, hogy nem, úgy fekszek le, hogy nem csináltam videót, pedig mennyi ötletem lenne, meg minden, csak nincs időm. Hanem lehet, hogy akkor... Ugye az a baj, ez erősen kezd kérdése, de gondolom ezt értető is valamilyen szinten, hogy ez hogy működik, ezt be lehet látni. Úgyhogy szeretném azért, hogyha nem így lenne, mint most is. Most is ez a tegnap például itthon vagyok, most 6 napot itthon vagyok egyhuzamba, és ide tettem a mikrofont, és csak egy nagy recsegés, és akkor így szétszettem, és látom, hogy el van pattanva, és akkor gyorsan mikrofonrendelés, meg befutni, nem tudtam sehova venni, meg jobb netről rendelni az ilyeneket, ugye nekem van webáruház, ahol tudok rendelni, meg minden, és ott kedvezménnyel, meg ugye én az én hűséges vásárló vagyok, ha egyszer valahol elkezdek vásárolni, akkor meg könyvesboltokban is ugyanígy vagyok, szóval nekem van könyvesboltban ugye törzsvásárlói kártya, én akkor mindig azt használom, és lehet, hogy az a könyvesbolt egy pici könyvesbolt, de hogyha bemegyek és azt mondom, hogy ez a könyv kell, akkor ők felhívnak, hogy megérkezett a könyv, és bármilyen könyvet, ami Magyarországon a piacon van, oda hoznak nekem helybe, de én ott maradok, őt oda vagyok hű. Teljesen mindegy nekem, hogy ki irányítja a boltot, meg hogy mekkora a választék, hogyha bármit ugyanazért az árért meghoznak. Mert én a könyvet nem szeretem beváruházba megvenni, hanem oda szeretek menni, és meg szeretném fogni, megnézni, hogy hogy néz ki, minden. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ugyan ezért nem szaladtam el tegnap hirtelen a Tesco-ba venni egy mikrofont, egy 900 forintosat, hanem 8000 forintért rendeltem azért komolyabb mikrofont, ami majd jövőre megint cserére kerül, ha eljutok arra a szintre. Remélem egyébként, hogy el fogok jutni egy ilyen stúdió szintre, bár ezzel a kamerabeállítással, ami így az ablakon hátul, ezzel nem fogok. Úgyhogy valószínűleg egyébként, hogy ez a számítógép, tehát meg a monitorom, meg lesz még egy monitorom nem sokára. Hú, tényleg el ne felejtsem Daun cimborámnak, hogy el kell küldenem valamit. Most eszembe van, majd el is küldöm, itt van a pénztárcámba fel van írva. Szóval át fog kerülni a gép, ha minden igaz, akkor arra. Azt most úgyse fogjátok látni. Szóval, hogy ne az ablak legyen nekem háttal, hanem a zöld fal. Remélem, hogy ezt nem kell magyarázni, hogy ez miért fog megtörténni. Az a baj az egésszel, hogy túl messze lesz a fal. Szóval majd megpróbálok egy olyan megoldást találni, hogy valahogy úgy be, vagy oda egy sarok cucc oda hátra, mert ez a sarok ülő garnitúra, hogy meg fog szűnni, most nem lehet, látjátok, nem tudom. És ott oda egy sarokba valami stúdiószerűséget így létrehozni, oda föl lámpával, itt át lesz rendezve a szekrény, meg ugye most itt az ágy is, meg minden. Úgyhogy itt lesznek tervek ilyen szempontból, hogy folyamatosan legyen a pofán benne majd a játékokban. De nem szeretem annyira ezt a úgymond, minek mondják ezt, facecam-es dolgot. De hát mégiscsak jobban néz ki, hogyha csak körbe vagyok vágva. Vagy hát csak én látszom, mint hogyha most látjátok, ahogy én élek, vagy mit vagy élünk. Úgyhogy, ja, nagyjából ennyi lenne. Nem sokára akkor, amint megjön a mikrofon, tervezek egy Attila bemutatót, mert szeretnék valamit megmutatni az Attilában, egy földrajzi, egy térképes dolgot, ami szerintem így irányadó lenne a következő Total játékokra, de sajnos a Warhammer miatt ez úgy látom, hogy eleve bukó, pedig az egy jó térkép szerkesztők vannak, meg designerek vannak a céljánál, majd be fogom mutatni, hogy mire gondoltam. Aztán, hát remélem, hogy a mikrofonom hétfő délutánra ideér, vagy kedd délutánra. Tehát én szerdáig itthon vagyok, meg ugye húsvét, ott megint húsvét utáni héten megint csak egy napot fogok dolgozni, és a többi szabad. Úgyhogy lesz időm márciusban nagyon sok mindenre, szerencsére. Ha nem is lesz sok videó, akkor is az oldal, illetve a háttér munkálatok gőzerővel fognak zajlani, úgyhogy nem kell megijedni azért,
Nem álltam le. Na, hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!